Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispás Labdarúgó Bajnokság őszi idényéből egyforduló eseményeivel még adósak maradtunk. A 10. forduló 4 találkozóját még november 12-én bonyolították le, de a maradék 3 mérkőzésen december 22-én léptek pályára a csapatok. Ekkor mérte összerejét a két újonc gárda, a kieső zónában tanyázó maratonsport és a dobogót ostromló Návgépészet Alba Kerámia 57 Kft. Lássuk a mérkőzést! A Városi Kispás Labdarúgó Bajnokság 10. fordulójában a jelenlegi negyedik helyezett a 13-kal csap össze, tehát Mávgépészet Alba Kerámia 57 Kft. Maratonsport mérkőzést láthatják az elkövetkezendő körülbelül 50 percben. Fekete-fehér mezben a Mávgépészet, balról jobbra a képernyőn még tiszta zöld szerelésben a Maratonsport együttese. Két újonc csapat találkozója tehát, és az első lehetőség a Mávgépészet előtt adódik. Monics hagyta ki a helyzetet. A Mávgépészet és a Maratonsport is idén került fel az első osztályba. Mindkét csapat az 1B-ben szerepelt az elmúlt kiírásban. A Máv szerepelt jobban akkor, és most is. Ezt lehet mondani a két csapat eddigi teljesítményére, hiszen, ugye, mint tudjuk, ez a forduló csak nevében 10., hiszen ez az utolsó őszi játéknap. Tehát az eddig lejátszott 12 mérkőzésen a Mávgépészet 24 pontot gyűjtött, és ez a negyedik helyre elég, mint ahogy már mondtam, volt versenyben a Bonbonnal. 7 győzelem mellett 3 döntetlen és 2 vereség, ez a mérlege a Mávnak. A Maratonsport azért jóval gyengébb mutatóval rendelkezik. 12 mérkőzésből csak 2-t tudtak megnyerni a zöldek. Egyszer végeztek döntetlenre, és 9 vereséggel állnak a tabella 13. helyén 7 ponttal. Monics. A Mávgépészet csapatának kapuját Németh Attila őrzi. Mezőnyben 13-assal, Monics 15-össel, Pusztai 8-assal, Kiviti 10-essel, Bodor és Egerszegi Zoltán van még a pályán 6-os számmal. A Maratonsport csapatának összeállítása: Sánta Tibor a kapus, mezőnyben pedig most jelen pillanatban 4-essel Jánosi János, 6-ossal Szabó Zoltán, 5-össel Tisler Ferenc, 9-essel Vég Tamás. Bodor szerez közben labdát, Pusztai, Bodor kapja vissza, és a kapu mellélő. Beleért Sánta kapus, így szöglet következik, és még adós vagyok egy játékos nevével a Maratonsportból, 4-es számmal Emperger János a pályán. Bodor szöglete, Szabó Zoltánról pattan Kiliti elé, aki a kapu mellélő. A negyedik percben 0-0 az eredmény. Vég. Tisler. Emperger felé. A labda azonban elszáll a fejek fölött. Monics. Pusztai. Pusztai trángatja Emperger, de még mindig a Máv játékosánál a labda. És akkor most lehet elvégezni a szabadrúgást.
Bodor állítja le a labdát és íveli előre Kiliti. Ellenfél játékosához, Empergerhez. Két négyes számú játékos van most a pályán a Maraton Sport csapatában. Empergernél most a labda, őt lehet inkább megkülönböztetni, hiszen melegítő nadrágban játszik, és másfajta mezben, mint amiben csapattársai. Monics bedobása, Egerszegi veszi le a labdát, de nem tud Emberhez passzolni. Tischler. Monics. Egerszegi. Emberger szerette volna szerelni. Kiliti. Pusztai, szép játék Egerszegi fejéről. Hagyja el a labda a játékteret. Tischler. Szabó Zoltán felé. Szabó még. Emberger. Pusztai veszi le a levegőből a labdát. Végcsele szép. Emberger érkezik. Szép akció volt, és a védés sem volt kutya. Németh Attila hárított szögletre. Emberger szöglete. Tischler. És ez pedig Németh kapusé. A kidobás pedig már Egerszegié. Szép lövés volt. A rövid sarkot vette célba. A labda nem sokkal került el a kaput. Hetedik percben járunk. 0-0-ás mérkőzés állás. Tischler. Emberger. Bodor előzte meg Szabó Zoltánt. Pusztai test cselei, aztán visszagurítja Bodornak, a lövés azonban elakad Szabóan. Monics. Egerszegi a leghátsó mezőnyjátékos a MÁV gépészetnél. Németh. Monics. Szabó. Emberger. Szabó kapja vissza, de rosszul veszi át a labdát. Kirúgás következik. Monics. Pusztai. Monics kapta vissza. Bodor. Az előző játék héten a 9. forduló mérkőzéseit bonyolították le. És ekkor a MÁV gépészet Alba Kerámia 57 Kft. 4-4-es döntetlent játszott a Turul Line-nal, míg a Maraton Sport szintén döntetlenre végzett 2-2 arányban a Poyák VT-vel szemben. Vég. Szabó egyből szerette volna játékba hozni Jánosit. Tischler fölé. Pusztai. Vég szerelte. Vég még mindig. Monicson nem tudja magát áthámozni. Emberger érkezik. És aztán meggátolja, hogy a MÁV gépészet indulni tudjon. Tischler. Vég. Bodor érkezett és előzte meg Szabót. Azonban most visszakerül Jánositól. Szabóhoz a labda. Emberger. Gól. 1-0-ra vezet a Maraton Sport. Igen, kiszorított helyzetből, szinte nullszögből tette vissza Emberger a labdát, és a MÁV kapusa Németh Attila segítette a gólvonal mögé a labdát. Ezzel a mérkőzés 10. percében 1-0-ra vezet a zöldmezes Maraton Sport.
Sánta kirúgása. Szabóról hagyja el a labda a játékteret. Máv gépészet bedobás következik. Monics. Bodor. Pusztai csúsztatja meg, mellé. Vég. Új játékos. Kettő is. A Maratonsport együttesében a pályán hármas számmal Fodor József, de nézik ezt az akciót. Kiriti, Fodor szerelt. Nyolcassal pedig Györe Zsolt. Kiriti bedobása. Györe, Emperger, Szabó. Át a túloldalra. Györe azonban nem kísérte az akciót, így lemaradt a labdáról. Egerszegi. Emperger volt szabálytalan. Bodor. Lopja a távolságot, aztán beemeli a védők mögé Pusztainak. Ő azonban nem igazán tud mit kezdeni a labdával, hiszen Vég rendkívül szorosan őrizte, hogy annyira szorosan, hogy szabad rúgás lett a dologból. A távolság 6 méter, a labda mögött Pusztai Attila, a sorfal pedig két tagú. Most már Egerszegi is. Lemegy a vonal mellé. Puszta ide, jól látta meg a rést. Csak az irányzék volt egy hajszállal rosszabb a kelleténél. Tehát egy picit pontatlan, hiszen a kapufáról vágódott ki a labda. Továbbra is marad az 1-0-ás Maratonsport vezetés. A 13. percben. Sánta. Monics fejeli vissza, Kiriti. Pusztai sarokkal vissza Kiritinek, szép megoldás volt, a lefejelt labdát azonban Györe gyűjti be. Szabó Györének vissza, Vég fut be a védők mögé, nem kapja a labdát, inkább saját tér felén passzolgat a Maraton. Szabó, szép védés. Fodor bedobása, Szabó Zoltán fejel, de nem igazán tudott erőt belevinni a fejesbe, és pontatlan is volt. De a Maratonsport hozhatja játékba a labdát, hiszen beleért egy fekete-fehér mezes játékos. Vég, Szabó, és aztán Monics szabadítja fel a kaput. Egerszegi. Monics. Bodor. Bodor még mindig. Vég állja útját. Emperger. Fodor. Györe. Fodor vágja előre. Kiliti. Bodor. Monics. Pusztai. Monics kapja vissza, aki lendületből érkezik, de Fodor és Györe összezárnak előtte. A labda végül Sánta kapusé. Fodor. Györe. Vég. Györének vissza. Szabó mozog a labda felé, kapja is. Három MÁV játékos vette körbe, de Empergerhez tovább tudta vasszolni a labdát. Emperger lövése azonban Kiritiről levágódik. Maratonsport bedobás, Monics. Fodor, Vég, Egerszegi lépett ki rá.
Vég Tamásnál még mindig a labda. Emperger, német, és másodszorra megfogja a labdát. Györe okozott zavart a kapu előterében. 16. perc, 1-0 a maraton sport javára. Monics. Pusztai szerzett labdát, és aztán Vég húzta vissza a mezénél fogva. Figyelmezteti őt a játékvezető, Pusztai Attila pedig a szabadrúgáshoz készülődik. Pusztai szabadrúgásai életveszélyesek. A távolság most 9 méter. Monicsnak gurítja le, és a labda végül Fodorról vágódik szögletre. Bodor végzi a sarokrúgást. Nem érkezett be futó ember. Györe óriási hibája, Egerszegi fölé. Még bizonytalanság most a maraton csapatánál, de szerencséjük volt a zöldeknek. Sánta rúgja ki, Monics és Szabó fejpárbaját követően Németh Attila húzta le a labdát a levegőből. Bodor. Pusztai. 11-es számmal Lukács érkezett. Vég. Szabó. Németh belövi. És aztán végül kifelé jár a szabadrúgás. Bodor. Pusztainak előre. Fodor, kellemetlen helyzetbe hozta kapusa, Lukács, Pusztai, szöglet. Györe rúgta ki a labdát. Monics bedobása. Monicshoz kerül vissza, aki egyből lő. A labda azonban a kapu mellé száll. A 18. percben járunk. Egy gólos maraton vezetés. Szabó Györének hátra. Györe bedobása. Bodor előzte meg Szabót. Emperger érkezik hátra. Lukács. Monics kapáslövés, Emperger ugrott ki. Vég vágja ki a labdát végül. Bodor. Egerszegi. Nem volt túl jó megoldás. Nem értették meg egymást Pusztaival. Sánta. Pusztaiban akadt el a labda. Úgy tűnik, hogy a kapu előtt igen könnyen zavarba hozható a maratonsport. Lukács. Kilences számmal friss játékos, tehát egy másik 9-es számmal friss játékos a pályán. Mégpedig Molnár Zoltán személyében. Most a két 9-es messzámú labdarúgót arról lehet megismerni, hogy Molnár leginkább az ellenfél
tér felén tartózkodik. Végvágja ki. Egerszegi bedobása a Pusztai. Bodornak kell futnia a labdáért, és már nem volt kint a labda. Én innen úgy láttam, mintha kint lett volna, de hát a játékvezető közelebb állt az esethez. Ez most már biztos, hogy kint van. MÁV gépészet bedobás következik. Bodor lábbal hozza játékba a labdát, és aztán ismételhet. Most már a bedobást választja Pusztai. Fejelt volna, de Vég Tamás kifejelte a labdát. Újabb MÁV gépészet szöglet. Bodor, az ügyeletes végrehajtó. Vég emelte ki, a labda plafont ért, így játékvezetői feldobás következik. És minden bizonnyal a maratonsport visszaadja a labdát a MÁV játékosainak. Ez megtörtént. Németh gurította ki Bodor, Egerszegi Györében akad el, és 3-2-ben fordulhatnak a maraton játékosai. Most már visszazárnak a MÁV védelemmel foglalatoskodó játékosai, de nem volt szükség a beavatkozásra, hiszen a labdát csúnyán ellőtte a zöldmezes támadó. Szabó. Pusztai. Szabóról megy ki. 22. perc. 3 perc van még hátra az első félidőből. Pusztai. Tisler állt a útját. Szabó Zoltán. Németh kijön róla. És Molnár Zoltán pedig a kapu mellé rúgja a labdát. Növelhette volna előnyét a maratonsport, most pedig Pusztai egyenített a másik oldalon. Sánta veszi birtokba végül a játékszert. Szabó, most felpörögtek az események mindkét oldalon, veszélyeztetnek a csapatok. Vég. Sánta. Szabó. Molnár. Monics. Lukács. Bodor. Egerszegi nem tudja átvenni. És így oda lehetőség. Egerszegi. Lukács. Egerszeginek vissza. Tisler érkezik. Pusztai fölé. Monics előzte meg Molnár Zoltánt. Pusztai. Molnár szabadít fel, de csak időlegesen. Lukács. Pusztai. Elesik a hatoson belül, nem történt szabálytalanság, Vég hozza ki a labdát. Molnár Zoltán. Jánosi kiengedi, hiszen Egerszegit érintette utoljára a labda. Maratonsport bedobása, Vég Tamás lopózik fel a jobb oldalon, ő nem kapja a labdát, Szabó Zoltán viszont igen. Bodor pedig igen keményen űzi hajtja, olyannyira, hogy saját tér felére keveredett át Szabó. Most már az első félidő utolsó percén belül járunk. Bodor. Tislerről vágódik ki, Molnár Zoltán. Vég, át a túloldalra, de hosszú a labda Szabónak. Monics. Egerszegi. Lukács. Vég szerez labdát, Sánta. Monics fejeli vissza, Jánosi. Molnár Zoltán, ez Szabó Zoltánnak jó lehet. Bodor azonban remekül választotta el a labdától. A passz annyira már nem volt jó, mint a szerelés.
Sánta. Szabó. Molnár. Távoli lövés, centiméterekkel a jobb kapufa mellé. És vége az első félidőnek. Emperger 10. percben lőtt góljával 1-0-ra vezet a maratonsport. Kezdődött a második félidő. Bodari veli előre, Monics be középre, de vég a helyén volt. Ismét Vég Tamás fejeli fel a magas labdát, aztán Tischler is hozzátesz egy picit. Kiriti bedobása. Monics, Emperger. Emperger még jó cselek. Molnár Zoltán kapja. És végül most már Pusztai, majd Lukács a labdával. Lukács. Kiriti. Bodor. Pusztai felé. Nem is volt rossz a fejes, Sántának kellett védenie a bal kapufa mellett. Monics. Kiriti. Bodor. Pusztai ismét fejel, de most a kapu mellé. Sánta kirúgása, Emperger kifejeli a labdát. Monics bedobása, Pusztait végelőzi meg. Bodor. Pusztai. Sánta, illetve elnézést, Tischler szerezte meg a labdát, és akár indulhatott is volna belőle. Monics Empergerben akad el, Molnár szelídíti meg a labdát. Bodor. Rossz a passz, visszakerül a zöldmezesekhez. Emperger. Szép lövés. Németnek kellett védenie. Jánosi érkezik a bedobáshoz. Vég Tamás középen helyezkedik, kapja is a labdát. Molnár Zoltán előtt összezárnak, Jánosi, Emperger, Monicsról vágódik le. Maraton bedobása következik. Emperger. Vég! A felső lécet érintve hagyja el a labda a játékteret. Monics. A MÁV gépészet sokkal gólra törőbben játszik, de is a maratonsport sokkal gólra törőbben játszik, elnézést. Persze azért a MÁV játékosai is villannak, de a kapura eddig inkább a maraton volt veszélyesebb. Az iménti kiriti lövés is a kapu mellé suhant. Emperger. És hát az eredmény is mutatja, hogy egy góllal csak ugyan, de vezet a maraton. Lukács. Ez egy nagyon szép lövés volt. Sánta bravúrral hárított. Emperger. Tischler. Bodor. Németh Attilának kellett figyelnie. Pusztai. Bodor zárkózik fel a bal oldalon. Sánta vél ismét. És aztán Pusztairól megy ki a labda. Végbedobása. Lukács.
Tisler vágja ki. Német. Pusztai. Emperger. Fölé. Emperger szöglete, Jánosi mellé. Monics. Pusztai. Felpörgette a labdát. Tisler és Kiliti párharca. Kiliti volt szabálytalan. Tisler adja haza a labdát. Sántai veli előre. Monics veszi le. Amennyire felpörgött a játék az első félidő végén, olyannyira ült le a második elején. Tisler. Jánosi. Kiriti. Végvágja előre. Podor. Ismét Vég Tamás, aki tisztáz. Kiriti. Lukács. Emperger, Szabó Zoltán, és ebből most indulhatnak a maraton játékosai. Szabó rávezeti Monicsra, és ez volt a veszte. Vég, kapufa! Monics, Jánosi, Bodor, és aztán Lukács tartja a labdát. Egészen mostanáig, hiszen rossz volt a passz. Harminckettedik perc. 1-0-ás maratonsport vezetésnél Empergernek el kell hagynia a pályát, hiszen zavarónak ítélték mezét. Így szerelést kell cserélnie valamelyik játékos társával. Hát kap egy harmadik fajta mezt. Ezen ugyan nincs szám, és ez is különbözik a többi játékosétól, de nincs benne fekete. Így nem lehet zavaró. Német. Bodor. Német kapusnak vissza. Kiriti. Fodor József rúgta ki. Pusztai. Szabó Zoltán szerez labdát. Lukács. Aztán most már Vég Tamás. Német dobja ki Pusztai felé. Kirit érkezik lendületből. Szöglet. Kiriti esik el a hatos területén a helyezkedés közben. Fodor mellett, Monics szöglete, Pusztai veszi le a túloldalon. Lukács mellé. Pusztai nem tudott befordulni, ezért inkább legurította a labdát lövésre Lukácsnak. A labda azonban laposan a kapu mellé szállt. Monics. Kiriti. Pusztai. Sánta beleért a labdába. Szöglet. Pusztai szöglete. És most a másik oldalról ismételhet a MÁV gépészet. Kiliti. Sánta ér bele. Emperger.
Nem jut el Szabó Zoltánig, Lukács lépett közbe. A 35. percben járunk. A 10. perc óta nem esett gól a mérkőzésen. Így továbbra is 1-0-ra vezet a maraton. Emperger lövése megpattan Bodor Károlyon. A felpergő labdára pedig Németh lépett ki. Kiriti bedobása. Fodor fejeli le. Sánta menti meg. Szabó Zoltán elé dobja ki a labdát. Németh Attila védte Szabó gurítását. Pusztai. Pusztai még. Fodor mellett nem tudta betenni középre a labdát. Szöglet, és aztán ismét sarokrúgás következhet. Pusztai kiríti mellé. Kirúgás. Monics. Kiriti. Sánta vetődött ki a kapujából. A Maratonsport 2 győzelmet aratott eddig az őszi idényben. Az egyiket a 7. fordulóban a Total Food ellen. Akkor 8-1-re nyert a zöldmezes csapat. A másikat pedig a Turul Line ellen 5-2-re nyert akkor a maraton. És ez egy óriási fegyverténynek számított. Györe. Monics. Fölé. Emperger szaladt előre. Szabó kapáslövés mellé. Lukács. Bodornak hosszú a labda. Vég. Monics. Bodor mellé. Sánta. Emperger. Monics. Egerszegi bedobása. Winkler szabadít fel. Bodor. Pusztai. Monicsról megy ki a labda. A 9. perc, továbbra is 1-0 az állás. Györe! Monics. Pusztai. Egy újabb eladott labda, Szabó Zoltán. Bodorra vezeti rá. Emperger. Lassú volt egy picit a labda. Szabó Zoltán hiába rúgja el a labdát, mert nem a Maratonsport dobott, hanem a MÁV gépészet.
Huszai, Winkler. Winkler, elnézést. Bodor. Végbedobása. Emperger sarokkal szerette volna tovább tenni. Winkler. Bodor. Monics. Winkler ér hátra. És szabálytalannak ítélték megmozdulását. MÁV gépészet szabadrúgás következik. A távolság 8 méter. Monics. Bodornak gurítja le, mellé. Sánta kirúgása. Német. Pusztai. Szabó Zoltán gyűjtheti be a labdát és fordulhat kapura. Szabó Zoltán, még mindig ő Empergernek gurítja le, aki érkezik, és a kapu fölé lő. Egerszegi. Vég. 3-1 ellen. Szabó gól, 2-0-ra vezet a Maratonsport. Végtől kapta a labdát. Egy védő volt 3 támadóra, és Szabó Zoltán nem hibázott. Német elmozdult a jobb oldalra, Szabó pedig a kapu közepébe lőtte a labdát. 2-0 az eredmény a 42. percben a Maratonsport javára. Egerszegi. Jánosi lépett bele a lövésbe. Két maratonjátékos ütközik, de nem véletlenül, hiszen az egyik zöldmezest, ha jól láttam, akkor Egerszegi lökte. Monics. Pusztai. Pusztai. Be középre. Pusztai bedobása. Monics leúzta a fejét, a labda pedig elpattog a kapu előtt. Sánta kirúgását Egerszegi szeridíti meg még a levegőben, aztán nem találta a labdát, és éppen a fejéről pattan Szabó Zoltán elé, aki tovább viszi azt, és kilövi a jobb alsó sarkot. 3-0 ez eredmény, Szabó második gólját lövi ezen a mérkőzésen a 44. percben. Pusztai. Jánosi. Egerszegiben akad el. Jánosi, Szabó, Bodor érkezik hátra és szerel. Egerszegi. Jánosi. Vég. Vég még mindig. Egerszegi és Bodor együttes erővel szerelik. Bodor. Pusztait öleli át Winkler. Pusztai. Monics. Szép a csel. És a megoldás sem volt csúnya. A boka mozdulat, csak éppen a labda.
elkerülte a kaput. Valamivel több mint 5 perc van még hátra a mérkőzésből. 3-0-ra vezet a maratonsport. Bodor. Vég. Winkler. Monics. Winkler sanyargatja. Pusztai. Mellé. Monics Péterrel beszéli meg a dolgokat a játékvezető. Monics. Winkler. Kiritit rántotta le Winkler Gábor, és ezért kap egy sárgalapos figyelmeztetést, ami 2 perces büntetést von maga után. A 46. percben ember hátrányba kerül a maratonsport. Monics végzi el a szabadrúgást, Pusztainak gurítja le. Kiriti befelé cselez, aztán Pusztainak gurítja le ismét a labdát Monics. Kiriti, Egerszegi, megpróbálták járatni a labdát a MÁV gépészet játékosai. Bodor. Pusztai. Egy távoli lövés, lecsúszott a lábáról, a labda a kapu mellé szállt. Szabó Zoltán, Jánosi, Németh lép ki a kapuból, Egerszegi, Vég Tamás, Szabó Zoltán, Monics vele szemben, Szabó nem tudja becsapni, Monics, Kiliti, Bodor, lassan letelik a kiállítás 2 perce. Egerszegi. Monics. Egerszegi. Kiriti. Kirúgás. Szabó Zoltán rúgja ki a labdát az oldalvonalon túlra, Pusztai. Vég Tamás, és most jöhet vissza a kiállított játékos a maraton csapatába. Csak éppen nem veszi észre, most már igen, Molnár, hogy pályára léphet. Kivédekezte az ember hátrányt a maraton. Lukács. Sánta véd, és a kipattanót pedig Szabó szerzi meg. Molnár Zoltán, Németh Attila jön ki, és a labda végül az alapvonalon túlra pattan. Érdekes ítélet szerintem. Szöglet lett a dologból, bár szerintem Molnárt érintette utoljára a labda. Bodor. Jánosi. Monics. A 49. percben járunk már. Németh húzza le. Fodor. Az utolsó percen belül. És úgy tűnik, hogy érik a meglepetés.
azért is lehet meglepetésnek nevezni, mert hát ugye a MÁV gépészet remekül szerepelt eddig az idei bajnokságban, még a maratonsport gyengélkedett, és a két újonc csatáját úgy tűnik, hogy a maraton nyeri. Molnár német. Az utolsó percen belül 3-0-ás maraton vezetésnél német Monics. Fodor, most már letelt a rendes játékidő, a hosszabbítás másodperceiben vagyunk. Monics német kapusnak hátra, a játékvezetők már nézik az óráikat. Lukács. És vége a találkozónak, a maratonsport tehát 3-0-ra nyerte az őszi idény utolsó fordulójának összecsapását. A góllövők a 10. percben Emperger szerzett vezetést, a második fél időben pedig a 42. percben Szabó Zoltán, majd a negyedikben ismét Szabó Zoltán volt eredményes, így alakult ki a 3-0-ás végeredmény. Még egyszer tehát maratonsport, MÁV gépészet 3-0. A maratonsport győzelme mindenképpen meglepetés, de nem ez volt az egyedüli váratlan eredmény a 10. fordulóban. Ezen a játékhéten egyébként összesen 44-szer rezdültek a hálók, ami átlagos góltermést jelent, most következenek az összefoglalók. A korábban megrendezett 4 mérkőzés közül elsőként a C+V Total Food találkozóra került sor, melyen a C+V már az első percekben megnyugtató előnyt szerzett. A bajnokságban mindössze 1 győzelemmel álló Total Food nem tudott mit kezdeni ellenfele határozott játékával. A félidő végére a C+V jó helyzet kihasználásának köszönhetően 5-1-es előnyt szerzett, majd a második félidő elején 1 perc alatt 2 újabb góllal tovább növelte a csapatok közti különbséget. A meccs végére egy kicsit visszaesett az iram, a Total Food faragni tudott hátrányából, azonban megszorítani nem tudta ellenfelét. A C+V végül 8-3-ra verte a Total Food gárdáját. Isten, a mai mérkőzésen sokkal többen voltunk, mert eddig majdnem mindig 6-an voltunk csere nélkül, most 2-3 cserével, és úgy érzem, hogy egy felszabadult játék hozta meg ezt a nagy arányú győzelmet. Az ellenfél nagyon lelkes volt, de mai napon szerintem nagyon jól játszottunk. Figyelszik, megszakadt a jó sorozatunk, ami nagyon rövid volt. Hát nem tudom, megint kaptunk gyorsan 2-3 gólt, és utána már csak ideges volt az egész csapat. Amit megbeszéltünk, vannak a fejét, nem próbáltuk megcsinálni. És hát amit látszott is, hogy a kapufaláról nekünk kifelé jöttek, idefele ment minden. És szerencsénk az tényleg nem volt. A Sünni és barátai Fedél Kft. Találkozó első fél idejében óriási adokkapok alakult ki a pályán, sorra fogyogtak a gólok mindkét oldalon. A szünetben a Sünni játékosai örülhettek jobban a nagy rohanásnak, hiszen 5-3-as vezetéssel várhatták a folytatást. A második 25 percben már mindkét oldalon jobban ügyeltek a védekezésre, hiszen ekkor már csak 3 gól született. A Sünni ezt a félidőt is megnyerte, és a 3 találatos Rapai vezérletével a forduló talán legváratlanabb eredményét produkálva 7-4-re győzte le a Fedél Kft-t. Meglepően jól játszottunk, úgy érzem teljesen megérdemeltem, megnyertük a mérkőzést. Nagyon sok helyzetet dolgoztatok ki, ugyanis az ellenfél ugyanúgy, sokkal jobban használtátok ki ma este a helyzeteket. Hát igen, az előző meccseken sajnos ez nem sikerült a helyzet kihasználás, mert mindent kihagytunk, amit ki lehetett. Hát ilyen a futball, egyszer bejön, egyszer nem jön be, ma nekünk volt szerencsénk. A Klubfec a bádogos mérkőzésen rögtön egymásnak esett a két csapat. Felváltva alakultak ki a helyzetek mindkét kapu előtt, de a gólszerzés egyik csapatnak sem sikerült. A két remek formában védő kapus minden alkalommal hárított, így 0-0-val fordultak a csapatok. A második játékrész elején úgy tűnt, hogy a bádogos eldöntheti a pontok sorsát, hiszen kétszer is emberelőnybe került, de még így sem sikerült a gólszerzés. Aztán némileg váratlanul Gelencsér révén a 43. percben megszerezte a vezetést a Klubfeca. Alig 5 perc elteltével Máriási is gólt lőtt, így a Klubfeca végül 2-0-ra győzte le a bádogos csapatát. Sokkal fegyelmezettebbek voltunk, mint a múlt héten, amikor 8 gólt kaptunk ugye 50 perc alatt, most meg egyet sem. A kapusunk nagyon jól védett, és az első gól, aki első gólt rúgta, az biztos volt, hogy meg fogja nyerni a mérkőzést. Nekünk sikerült elég szép gólt rúgni. Talán annyit tudnák az egészhez hozzáfűzni, hogy a mérgem elment, a csapatnak a teljesítménye az nem változott.
A Cooper SC Aprilia motorosbolt találkozón mindkét gárda erősen tartalékos összeállításban lépett pályára. Ahogy az várható volt, a listavezető azonnal beszorította ellenfelét, és az ötödik percben Pálfi góljával a vezetést is megszerezte. A vezető találat után is támadásban maradt az Aprilia, de játékukból hiányzott az ötletesség, így a szünetig már nem változott az eredmény. A 33. percben aztán megduplázta előnyét az Aprilia, és ezzel végleg eldőlt a meccs. A Cooper SC ugyan még megpróbált szépíteni, de újabb gólt már nem láthattak a nézők. A listavezető Aprilia motorosbolt visszafogott teljesítménnyel is 2-0 arányban nyerte a mérkőzést. Jó játszottak, nem volt kapusuk, de és szerint szoros mérkőzés volt, nem jöttek be a helyzetek. Támadtunk, igazából ők védekeztek. Azt hiszem, hogy az eredmény igazságos. Jó csapat. Ha kapusuk lett volna, még jobbak lettek volna szerintem. Tudásunkhoz képest elég jól játszottunk, főleg úgy, hogy hétről hétre alig van ki a csapat. Hát beálltunk védekezni, kontrákra játszottunk. Ez jött ki belőle, most két gólt kaptunk sajnos. Szerintem rá is az eredmény. A Polyák BT az utolsó játéknapon két mérkőzésre kényszerült, és először a Fevitával mérte össze erejét. A sárgamezes Polyák a mérkőzés elején két gólos előnyre tett szert, majd a hűtőgyáriak egyenlítettek, sőt a vezetést is átvették. A félidő végén ismét a Polyák BT brillírozott, és a maga javára fordította az eredményt. Fordulás után a Polyák már nem engedte át a kezdeményezést ellenfelének, és igaz, szoros csatában, de őrizni tudta előnyét. A végeredmény 6-5 a Polyák BT javára. A tavalyi produktumok alapján igazi rangadónak lehetne nevezni a Bonbon Turul Line összecsapást. A Bonbon jelenleg az élmezőnybe tartozik, a Turul pedig a középmezőny elejéről szeretne feljebb lépni. Az első félidőben kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, de a Bonbon mégis egy gólos előnyre tett szert. A második félidő már egyértelműen a fehérmezes Bonboné volt, mely alakulat 3 találattal húzott el a tavalyi ezüstérmestől. A Turul a végén megszerezte a becsületgólt, így alakult ki a 3-1-es végeredmény. A harmadik fordulóban bírói műhiba miatt a Bádogos által megóvott Bádogos Polyák BT találkozó zárta a 2002-2003-as bajnokság őszi idényét. Nos, a zöldmezesek örülhettek, vagy éppen ahogy mondani szokták, győzött az igazság, hiszen az újrajátszott mérkőzést a Bádogos nyerte 3-2 arányban. Nézzük a 10. forduló eredményeit. C plusz V Total Food 8-3, Fedél Kft. Sünés barátai 4-7, Klubfeca Bádogos 2-0, Cooper SC Aprilia motorosbolt 0-2, Fevita Polyák BT 5-6, Maratonsport MÁV gépészet 3-0, Bonbon Turul 3-1. Az őszi bajnok az Aprilia motorosbolt 13 győzelemmel 39 ponttal, második a Bonbon 27 ponttal, míg harmadik a Fedél Kft. 25 ponttal, negyedik helyen a MÁV gépészet, ötödik a C plusz V, hatodik a Bádogos, hetedik a Turul Line, nyolcadik a Polyák BT, 9. a Klubfeca, 10. a Sünés barátai, a kieső helyeken jelenleg 11. a Fevita 13, 12. a Maratonsport 10, 13. a Cooper SC 9 és 14. a Total Food 5 ponttal. Az 1B őszi végeredménye: a Fejérvíz 100%-os teljesítménnyel 39 pontot gyűjtött, második a Track Trailer 31, harmadik a Dekkebau 28, negyedik a Mástészta 22 ponttal, ötödik az Erszáb, hatodik a Zöldker, hetedik az FC Chelsea, nyolcadik az Opsitos, kilencedik a Fészeképítők, tizedik a Korral, a kieső helyeken jelenleg 11. a Ságépítő RT, 12. a B-ördögök, 13. a Hungária Taxi és 14. a Placbau. Kedves nézőink, a Városi Kispeás labdarúgó bajnokság tavaszi idénye február 17-i héttől kezdődik majd. Műsorunk is csak ekkor jelentkezik legközelebb. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!